Új fogorvos érkezik a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-hez novemberben, ugyanis dr. Hadadi Előd, a 3-as számú fogorvosi körzet fogorvosa értékesítette praxis jogát, erről tájékoztatta televíziónkat Kis Zsigmond, a Szociális és Humán Bizottság elnöke. Mint mindenki számára ismert, a korábbi doktor úr itt hagyja most városunkat, egy új lehetőséget talált, ami számára bizonyára kedvező feltételeket diktál. Bejelentette Püspökladány városa felé is, hogy ezt a praxisát értékesíteni kívánja, amelyre végül is dr. Kovács Julian, a doktornő jelentkezett, és jelezte azt is felénk, hogy ugye a feltételeknek megfelel. Tulajdonképpen dr. úr augusztus hónapban már jelezte az Egészségügyi Nonprofit Kft.-nek, ügyvezetőigazgatónak és a Püspökladány város önkormányzata felé is, hogy szeretné a praxis jogát értékesíteni, aminek nem láttuk akadályt, hiszen erre törvény vonatkozik, hogy ez tulajdonképpen egy olyan jog, amit szabadon értékesíthető, és meg is tette. A bizottság és a testület is jóváhagyta dr. Kovács Julianna szerződés tervezetét, így nincs akadálya a praxis jog megvásárlásának. Dr. Kovács Julianna kinyilatkozta, hogy a praxis jog megszerzéséhez szükséges jogszabályokban előírt valamennyi feltétellel rendelkezik. A szerződéskötésnek az egyik feltétel az, hogy a bizottság jóvá hagyja ezt a szerződés tervezetet, utána pedig ugye a testület is jóvá hagyja, mindez megtörtént, és szerintem a mai napra már a szerződés megkötése is megvolt. Sokkal egyszerűbb dolgunk volt, mint annak idején a gyermekorvosi praxisnek az értékesítésével, hiszen azt tudjuk, hogy ott még mindig nem találtunk megfelelő szakorvost, aki ezt a gyermekorvosi ellátást el tudja végezni. Mi annak nagyon örülünk, hogy igenis ilyen könnyedén megtörtént itt a csere, és Püspökladány városában a fogszakorvosi ellátás ugyanúgy megtörtént, mint a korábbiakban. Mindazonáltal jelezte doktornő azt is a bizottság felé és a testület felé is, hogy a praxis jog mellett, hogy magárendelési szeretne folytatni, aminek az Püspökladány város önkormányzata, mint a rendelőintézet tulajdonosa nem látott akadályt, és hozzájárultunk. Tehát nyilván ezzel is még több lehetőséget tudunk nyújtani az itt lakók számára. Dr. Kovács Julianna a 3-as számú körzetben fog rendelni, amelyben korábban dr. Hadadi Előd praktizált. Ez egy vegyes körzetet ölel fel, ahol különböző városrészek utcái is megtalálhatók. Egy ilyen vegyes körzetet kapott meg doktornő, amiben ugye jó néhány utca található, tehát erre ugye majd a kifüggesztése kerül, ami korábban is megvolt az utcajegyzék, amiben mindenki láthatja azt, hogy melyik fogorvoshoz tartozik. Szerintem ebben változás nem történt, tehát akik doktor úrhoz jártak, ezután pedig doktornőt fogják felkeresni. Ebből van újtelepi ingatlan, és van petitelepi ingatlan terület is, tehát én bízok benne, hogy mindenki rövidesen fel tudja keresni doktornőt. Televíziónk felkereste dr. Kovács Juliannát annak érdekében, hogy a püspökladányi lakosok praktizálása megkezdése előtt megismerhessék az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Új munkatársát. A 3 gyermekes családanya 1989-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1992-ben fog- és szájbetegségek szakorvosa cím használatára lett jogosult. 2011-ben magánvállalkozást hozott létre férjével közösen, ahol egy 6 fős fogtechnikai laboratóriumot működtetnek. Debrecenben élek, 3 gyermek édesanyja vagyok. 1989-ben Debrecenben végeztem az Orvostudományi Egyetemen itt Debrecenben. Utána a gyerekfogászaton helyezkedtem el, szintén Debrecenben, majd magárendelést nyitottam. Utána történt Debrecen városában a fogászati praktizálás tulajdonképpen, amikor a körzetek kikerültek magánkézben, és akkor vettem én is egy praxist. Ahogy a gyermekek megszülettek, utána egy kicsit sokká vált a munka, és ezáltal a praxist eladtam, magárendelés megmaradt. Gyerekek közben felnőttek, és utána megvettem a Holtobágy praxist, ami egy fél praxis, jelenleg ott dolgozom. Viszont most már megint többé vált az időm, tehát megnövekedett a lehetőségre álló idő a munkára, így ezért döntöttem úgy, hogy a Ladányi praxist megveszem. Családi vállalkozásban működtetünk egy 6 fős fogtechnikai laboratóriumot, ez is a betegeink javát fogja szolgálni, mindenképp a szakmai előnyeit és az időpont egyeztetés előnyeit szolgálja, hogy közösen tudunk szépen együtt dolgozni. A rendelés november 9-én kezdődik. Egy teljesen új és korszerű kezelőegységet vásárolt dr. Kovács Julianna Olaszországból. Ennek a beszerelése miatt csúszik egy héttel a tervezett kezdés. Hivatalosan november 1-től, de
örömmel tájékoztathatom a kedves lakosságot, hogy egy új fogászati kezelőegység kerül beszerelésre, amelynek beszereléséhez egy kis technikai szünet szükségeltetik. Így előreláthatólag november 9-től történik a élesben a kezdés. Olaszországban gyártott, de német alkatrészekből álló gép, Steinweber nevű kezelőegység. Ez a mai európai követelményeknek megfelelő mindent tud, ami szükséges a fogászati ellátáshoz. Az új kezelőegység teljes magánberuházás révén valósult meg. Most október végén 28-án történt szállításra Olaszországból, ezért lesz ez a kis technikai szünet, ugyanis a leszállításra, illetve a beszerelésre kell egy kis idő, amíg a szakemberek elvégzik a szükséges munkálatokat. A rendelési idő a hét minden napján elérhető lesz, hétfő, szerda és pénteki napokon 8 órától 14 óráig, kedden és csütörtökön pedig 11 órától 17 óráig. A bejelentkezés telefonon történik, azonban sürgősségi ellátás előzetes jelentkezés nélkül is igénybe vehető, valamint magárendelést is üzemeltet majd doktornő. Hétfő, szerda, pénteken délelőtt 8-tól 14 óráig, illetve kett csütörtökön 11-től 17 óráig tart a rendelési idő. A bejelentkezés előreegyeztetett időpontban történik, tehát telefonos bejelentkezés révén. Nyilvánvalóan a sürgős betegek bejelentkezési időn túl bármikor jöhetnek a rendelőben, rendelési időben. A rendelőben magánbetegek ellátására is lehetőség lesz, ezt is telefonos időpontegyeztetés révén fogjuk lebonyolítani. Megtudtuk, minden olyan fogászati problémával felkereshetik doktornőt a lakosok, melyek ellátása az alapellátáshoz tartozik. Hát minden el, ami az alapellátáshoz szükséges, ezen belül ugye konzerváló fogászat, fogágybetegségek gyógyítása, fogpotlások készítése, tehát minden, ami az alapellátáshoz szükségeltetik. Dr. Kovács Julianna püspökladány előtt Hortobágyon működtetett fogorvosi rendelést. Arról kérdeztük, miért választotta városunkat, valamint mi a benyomása eddig az itteni rendelőintézetről. Én szeretem a vidéki emberek mentalitását, szeretek autózni, és ez már bevált Hortobágy kapcsán, hogy oda is ugye fél óra volt a kijárás, visszajárás, meg szoktam, beállt útja van, tehát ez így jó nekem. Pozitívak a benyomásaim, nagyon segítőkészek voltak az önkormányzatnál, ANTS-nél is, úgyhogy utólagosan is köszönetem. Minden floppul ment, jól haladt, kedvesek az emberek, tehát csak jót tudok mondani. A betegségek megelőzése egész szervezetünkre nézve kiemelt fontosságú, nincs ez másként a fogaink egészségének megőrzése kapcsán sem. A rendszeres fogászati szűrések nagyon fontosak, így időben megelőzhetők a nagyobb beavatkozások. Doktornő egy rövid felhívással üzent a helyi lakosoknak, hogyan őrizhető meg fogunk egészsége. A helyi lakosságot arra kérném, hogy jöjjenek fogászati szűrésre, ez nagyon fontos, és a szükséges fogászati beavatkozásokat végeztessék el, illetve hát nagyon fontos a szájhigiéne betartása és az egészséges táplálkozás.